vezetésével, Bóz Zoltán és Székely Gulcsú vezetésével érkeznek a csapatok. Bóz Zoltán vezeti a sportoló csapatát, ahol a legyen csapkával a Kent olimpiai bajnok Kula Imre. Ketten csapkával, és ez is kuriózó, az egyetlen hölgy, az olimpiai világ és Európa bajnok egykori megosztó Kovács Ági. Szintén olimpiai bajnok a hármas csapka, amely rátért Fábián László öttusázó felére. És a világbajnok a Balogh Gábor lesz, aki megpróbálja erősíteni a csapatot. Világbajnok olimpiai bronzérmes Kozman György Kenus, ötös csapkával a kétmetnéje. Kétszeres olimpiai bajnok, olimpiai bronzérmes, ötös világbajnok Martin János, szintén szőlőhőse hatosszámmal. A jelenkor egyik nagy ötösázó, a világbajnok világkupa győztes, Marosi Ádám hetessel, csapattársa is jön, a szintén ötkusázókat képviselő 8-asszába Németh Róbert, 9-essel Tibolya Péter, 10-essel pedig Kassa Róbert. A színészeket Gesztesi Károly vezeti, kívül a kíros csapjával őt láthatjuk. Egy kis szószerű fejtörés okozott, mint Kula Imre, mint Gesztesi Károly híretére, egy kegény csapkát, tehát egy kíros csapkát keresi, de sikerült. Szenyő Iván 2-essel, több olyan Szabó Győző, aki a vízbe is beugrik most. Négyesen a Honvéd Ösztöndén, az a Névai Márton. A Gesztesi családot, még az ötös számú Gesztesi Máté is képviseli. Hatos számmal kiáll az egészű Takács Tamás, amitől nem legyen a vízilabda sem. Ezessel az RTL-tól számoló riportere Szűnyó Zoltán megy a műgróltorunk felé. Ha már színész egy koronó mérges játékos, 9-es csapkában Berrászínó, és a belső összöndíja csak Csakó Miklós, valamint a vasas összöndíja csak Fazekas Sigorra alkotja Székely Gulcsú csapatát, hiszen Székely Gulcsú a fehérek, a színészek csapvezetője. A mérkőzés játékvezetője pedig ugyancsak egy olimpiai bajnok lesz, Kóz Zoltához és Székely Gulcshoz hasonlóan. Vári Attila fújja majd a csípot, aki a mérkőzés előtt mindenkinek felajánlotta, hogy akár meg is megszegezheti őt. Természetesen a sportszerű csapatok ezzel nem értek. Kóz Zoltán úgy érzel, most mondja a szabályokat a sportolóknak. Hozzáteszem, a sportolók annyiban akár előtten is lehetnek, hogy ugye szinte mindegyik tízes sportára küzdött, vagyis olyan sportára döntött a kajakkenu úszás, ugye Kovács Ági, ami a vízzel valamilyen kapcsolatban van, de lehet, hogy mondjuk a kapuban Kula Imre még a szánkós bujkának is használt veszi, ahol a magyar fegre megpróbál siklani és elorrozni a labdát egy-egy színész előtt. Színészeinkről még ne felejtsük el, hogy voltak olyan magyar játékfilmek, ami meg bizony úszó tudásról, hogy itt a szabadság szerelemre, ami az 56-as előtt olimpia idején játszódik, lehet kamatoztatni azt, amit akkor megtanultak. Az biztos, hogy egyelőre rendkívül elszántnak tűnik mind a két csapat, és valami furcsa okból kifolyólag egyelőre eszik ágába sincs a vízbe beugrani, pedig ez előbb-utóbb elkerülhetetlennek látszik, tekintettel arra, hogy vízilabda mérkőzést próbálunk játszani. Minden esetre előkerül már Vári Attila puttonyából a labda is, így aztán hamarosan kezdetét veheti a Vodafone vízilabda gála mérkőzés. Egyelőre, bár mindenki csak saját bevallása alapján állunk bele, hogy tud úszni, úgy látom, hogy olyan gondok nem lesznek. Egyelőre talán Kovács Ági öltözéke okozhat némi problémát, de úgy veszem észre, nem csupán egy szám fürdőgatjában jelentek, amelyet kétségtelenül a közönséget kicsi elkeseríti. Kóz Zoltán még megpróbálja elmagyarázni, hogy igazából mindenki talán a másik kapujára támadjon majd, és úgy veszem észre, hogy hát Kula Imre, aki a simát egyszerűen kapta, megpróbálja a kötelet a kapu elé vontatni, hogy ezzel is próbáljon egy kis előny szerezni. Miközben nagyon zorgon melegítenek a sötét csapkások, Szújó Zoltán korkol egyet a vízből, majd elég ellenítélető módon vissza is köpi azt. Úgy látszik, az esti fogmosás ideje most jött el a kiváló kolléga számára. 2x4 perc lesz a játékidő emberbaráti okokból,
és hosszabbítás nem lehetséges. Semmi, például már előtt volt. Születe, már néha semmetetést okoz, hogyha egyáltalán gól születik. Szóval, hiszen annyira jók a kapusok, úgyhogy én azt gondolom, hogy próbálkozunk meg majd a szemedet egyadás játékkal, mert egyelőre mindenki a sajátjával érzi jól magát. Az biztos, hogy a színészek nem kockáztatnak, és azonnal öt ember már ott a kötelek kívül cserélni várva. Egy nyugodtannak talán a két kapus taposhatja a vizet, mert úgy veszem észre, hogy cserekapus nincs, így tehát a bizalom teljes Gecesi Károly és Gula Imre irányában. Mária Attila mutatja Székely Bújcsúnak, hogy saját csapatával tegye már egy kis rendet. Öt játékos tartóztathat két sakkában, illetve fehér sakkában, illetve egy-egy piros sakkás. Nem mondtam még semmi csúnyát, de nem baj. A zsűri asztalt sikerült ott eltalálni, és aztán Kovács Ági lő egy gólt még Kulai Imrének, amolyan önbizalom növelőként. Négyelően egyen többen vannak a sportolók, ezt szakszemmel azonnal kiszúrhatta mindenki, és úgy gondolom, hogy egy kis biztatás rábér a csapatra, mert mind a kettőre...